Sziasztok, ez itt az Arctic Shipwreck, egy játék, amit magyarok készítettek, és nagyjából ez az egyetlen indokom arra, hogy ezzel a játékkal játszak. Akik fejlesztették, azok egy algoritmusnak a tesztelésére fejlesztették ezt a játékot, de pontosabban ennek az algoritmus fejlesztésének ez a mellékterméke, legalábbis így tudom. Na már most annyira szaporítanom nem is kell a szót. Ugye az egész arról szól, hogy mivel ezt az algoritmust arra fejlesztették, hogy különböző ilyen háromdimenziós tájakat rendereljen szimulátor, valamilyen szimulátorhoz. Ezért ezt ugye ezt a úgy valósították meg, ahogy itt látható. Itt ez ilyen jéghegynek a formájában jelenik meg. És ez a jéghegyen van egy jó pár ember, akinek jó lenne meg nem halnia. És hogy megakadályozzuk, ezért a jéghegynek mindig arra az oldalára kell mászkálnunk, ami a legmagasabban van. Így nagyjából vízszintesbe dönteni az egészet és úgy egyensúlyozni, hogy ezek a szerencsétlen gyámoltalan emberkék, akik nem tudnak maguktól mozogni valamiért, ezek ne essenek bele a vízbe. Na már most időközben a horizonton hátul van egy hajó, ami elpróbál érni ugye a kép másik oldalára, és ahogy ezt megteszi, a pálya végén van egy plusz külön elszámolás, ugye bónusz, és van egy külön fanfár, meg tűzijáték itt. Egy kicsit szerény, de azért megteszi. És ezt minden pályának a végén meg kell nézzük. Na már most, ha jól tudom, ha jól láttam, ha jól érzékeltem, akkor minden egyes pályánál megváltozik a víznek a színe, aminek olyan sok értelme nincsen. Azon kívül, hogy változatosabb lesz a játék, de szerintem ez teljesen véletlenszerűen változik. Az viszont egy konkrétabb változás, hogy a jéghegynek a dőlése az egyre gyorsabb. Szóval egyre gyorsabban kell reagálnunk és átmennünk a tömnek a másik oldalára. Közben meg az összes pályánál itt jön egy madár, amit el kell üldözni innen. Nem tudom, hogy egy olyan helyen, ahol ilyen méretű tömbök vannak, ilyen jégtömbök vannak, ott milyen madár van, ami képes egy egész embert elszállítani a karmaiban, de ez kérem egy videójáték is, nem biológia óra. Mondjuk azt, hogy szárnyas pingvin. Ugye. Újra ünneplünk. Érdekes, hogy állandóan ünneplünk, de valahogy az embereket mindig újra és újra ott hagyjuk egy jéghegyen. Szóval valami itt nem működik ennél a felállásnál. Ami szép egyébként az, hogy azon kívül, hogy ugye embereket próbálunk itt megmentegetni, és nagyjából az első pályákon sikerül is, azon kívül erre van még azt hiszem több lehetőségünk itt, és itt mondjuk 0-0 életet mutat nekem a... Ja, 0-0 életet mutat nekem a képernyő, de van, amikor ez több. Ami azt illeti, az én véleményem az, hogy ami nem számít semmit, mert 83-ban már igazából ez egy eldöntött dolog volt, de az én véleményem az, hogy ennél a játéknál nincsen szüksége arra, hogy életeket számolgassunk.
De van egy olyan érzésem, hogy mivel ez a játék kísérletnek a része, ezért nem nagyon lett megfontolva az, hogy mechanikailag a játék az abban mennyire szükséges az, hogy élet legyen, ilyen életszámláló legyen. Szerintem csak azért csinálták, mert trend volt. Gondolom én. Na, szép vörös a tenger. Ez a vörös tenger. Vagy ez a pokol és vérből van az egész cucc. Egy kicsit pokoli egyébként is ez a szín kiosztás. Az, hogy az elefántunk maga az fekete. Ami lehet, hogy a kontraszt miatt van. Lehet, hogy a kontraszt miatt van. Most akartam mondani valami iszonyatos hülyeséget hogy hívják a kapcsolatban a manapság divatos úgymond társadalmi párbeszéddel kapcsolatban, ami a különböző fajoknak, különböző rasszoknak a reprezentálását érinti a videójátékokban. De az az igazság, hogy szerintem az egész hátterében az áll, hogy magyar fejlesztőkről beszélünk, és hogyha magyar fejlesztőkről beszélünk a 80-as években, akkor lehet, hogy számításba kell venni azt is, hogy esetleg fekete-fehér képernyőkre fejlesztenek. Ez persze csak egy feltételezés, de lehetséges az, hogy ugye inkább követik a nagyobb kontrasztot. Vagy próbálják a nagyobb kontrasztot becélozni az ilyen játékoknál, mert... és most már elkezdett nagyon érzékeny lenni a... Igen. Na mindegy. Van még? Van még. Ja, akkor eddig 3 életünk van. Nekem 0-0-nak tűnt, úgy tűnt 0-0, vagy 0-3 volt. De olyan nagyon sokat nem érek vele, mert iszonyatosan érzékeny most már hogy hívják ennek a dőlése. És az az igazság, hogy nem is szabadna talán? Igen, szerintem akkor tudok egy kicsit jobban, biztonságosabban, hogyha inkább most már a közép felé mászkálok. Igen, igen, nem szabad túlságosan kimenni a szélére. Van egy darab életem. Két életembe került, hogy erre rájöjjek, ami nem jó. Szóval a lényeg az, hogy szerintem köze van egy... annak a játék fejlesztéséhez, hogy itthon még esetleg nagyobb számban voltak fekete-fehér tévék. De nem tudom. Most végképp nem, mert most az emberkék azok most meg vörösek. Ami egy kicsit megint visszamutat a ugye a különböző rasszok diverzitására. Az is egy eléggé eltévejedett társadalmi párbeszéd, szerintem. De arról egyszer máskor fogok majd értekezni, azt hiszem. Ez a ponton csak megpróbálok jól teljesíteni a játékban. De azt hiszem ez a pálya lesz az utolsó, mert nagyon gyorsan csúszkálnak az emberek, azt a madarat pedig rohadtul nem tudom elhesegetni. Nem tudok ezzel foglalkozni, állandóan mászni kell. Mászni, mászni, mászni. Lehet, hogy csak spontán így körbe-körbe kell rohangálnom. Mindenféle olyan nagy kalkuláció nélkül. Hopp. Jaj, ne. Van egy darab emberem, amit megjevett a madár, oké.
Na szóval, ennyit erről a játékról. Lehet, hogy egy pár feltételezésem nem teljesen igaz. Ettől függetlenül, vagy pontosabban ezzel összefüggésben, hogyha bármiféle kommentár van, azt ott lent meg lehet tenni, vagy egyszerűen lehet utálni ezt a videót ugyanott oda lent. Sziasztok!